Sziasztok, köszöntelek benneteket egy új videóban. Ez a videó már régóta érik, mert azt az ígéretet tettem, hogy beszámolok arról, hogy hogy vagyok fél évvel azután, hogy kivették a méhemet és a miómámat. Mivel ez nem történt meg, ezért most eltelt már egy év, és most szeretném elmesélni az én tapasztalásaimat, megéléseimet, és hát remélem, hogy sokatoknak segítség lesz ismét, mert borzasztóan sok e-mailt, üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban, miután ezt a videósorozatot közzétettem, és nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy ennyien járunk ugyanebben a cipőben, vagy mondhatom azt, hogy jártunk, mert remélhetőleg sokunknál megoldódnak problémák azáltal, hogy eltávolítják a méhünket. Nagyon sokáig halogattam ezt a videót, pedig nem olyan nehéz beszélnem róla, sőt, egyáltalán nem nehéz beszélnem róla, hiszen a videósorozatot is pontosan ezért tettem közzé, mert én nekem nagyon-nagyon hiányzott az, hogy a műtét előtt nem tudtam felkészülni rendesen erre, hogy mi is fog rám várni, mert nem voltak nagyon ebben a témában ilyen húsvér emberektől videók. Mert ez még most is egy tabu téma, és sokan most is úgy néznek rám, hogy úristen, kirakod ezt az internetre, hogy képzeled, és mennyire kiszolgáltatott leszel azáltal, hogy ezeket az információkat megosztod magadról, de én nem így gondolom, mert ha így gondolnám, akkor nyilván nem tettem volna meg, és úgy látom, hogy ti sem így gondoljátok, akik követtek engem, és nagyon-nagyon jól esik az, hogy tudtam nektek segíteni egy-egy üzenettel csak, vagy egy bátorító szóval, vagy azzal, hogy tényleg megnéztétek ezt a sorozatot, és úgy gondolom, hogy legyen akkor ennek a mióma és méh eltávolítás sorozatnak egy méltó lezárása ebben a videóban. Úgyhogy, ha érdekel benneteket, akkor tartsatok velem. Röviden elmondom az előzményeket. Tulajdonképpen annyi történt, hogy 2021 novemberében diagnosztizálták nálam azt, hogy van egy extrém méretű miómám, és hát emiatt valószínűleg a méhemet is el fogják távolítani műtéti úton a miómával együtt, hasi vágással. És ugye nálam az volt a probléma, hogy azért került csak 2022 májusában sor a műtétre, mert nem voltak meg az oltásaim, és engem anélkül nem műtöttek meg. Áprilisban lett volna a műtétem, 2022 áprilisában, de a menstruáció miatt elhalasztották, mert sajnos pont akkor köszöntött be. És mivel ugye akkora miómám volt, ezért nagyon kockázatos volt az, hogy ez alatt a vérzés alatt megműtsön az orvosom. Ezért megbeszéltük, hogy elhalasztjuk egy hónappal későbbre, és így 22. május 11-én estem át ezen a műtéten, és a szülinapomra pedig már itthon voltam. A műtét utáni lábadozást láthattátok a negyedik részben. Most pedig igazából már csak arról szeretnék beszélni, hogy jelenleg mi van, illetve hogy mi történt abban a köztes időszakban, ami hát egy ilyen elég vegyes időszak volt, mert én azt gondoltam, hogy engem nem fog elérni az az érzés, hogy üres vagyok, és amit úgy általában tudjátok mondanak azokról a nőkről, akiknek kivették a méhét, és ez körülbelül ugye negyedik-hatodik hónaptáján következett be. Lehet, hogy azért is nem készült akkor egyébként videó, nem tudom. Hogy egy ilyen hatalmas nagy ürességet éreztem, kívül, belül. Sokszor előfordul még most is, de már nem olyan mértékben, mint akkor. Tehát én azt gondolom, hogy engem ez lelkileg nem viselt meg annyira, mint ahogy sokan gondolják, és nagyon sokan nem is mernek rákérdezni, hogy mi történt velem. Vagy egyszerűen azért, mert nem érdekli őket, vagy egyszerűen azért, mert ugye tabunak gondolják, és nem akarják, hogy válkáljanak ebben, mert nekem ez biztos nagyon rossz, és stb. Stb.
meg hogy esetleg nem tekintek magamra teljes értékű nőként, és ez egy tök nagy hülyeség, ezt felejtsétek is el szerintem, hogyha esetleg bármelyik kötőkben ez megfordul, ilyen nincs, szerintem. Legalábbis én így érzem, és ezt én úgy mondom nektek, hogy én nem szültem, és én nyíltan beszéltem erről egyrészt az interneten is, másrészt a munkahelyen is én elmondtam, hogy ez történt velem, mert valahogy azt éreztem, hogy most ez miért kell, hogy tabu legyen, hogy amikor mondjuk a munkatársaim arról beszélgettek, hogy jaj, annyira fáj a hasuk és görcsölnek, mert éppen megjött a menstruációjuk, akkor én most miért nem mondjam el azt, hogy én nekem meg már nincs. Tehát ezek ilyen olyan fura dolgok, hogy valamiről szabad beszélni, valamiről meg nem. Miért nem mondhatnám el én is, hogy nálam meg ez a helyzet. Ez ugyanolyan dolog szerintem. Nem is értem az embereknek a felháborodását, hogy miért tabu ez. Mindegy, ez megint egy másik téma. Nem is akarom ilyen irányba elvinni ezt az egészet. Ott tartottunk, hogy a 4.-6. hónap táján volt egy ilyen érzésem, hogy ilyen hatalmas nagy ürességet éreztem. Ez most lehet, hogy tényleg ilyen kusza videó lesz, mert így nem teljesen tudok már azokra a dolgokra visszaemlékezni, ami szerintem nem feltétlenül rossz, csak ez így megmaradt bennem. És valahogy akkortájt nagyon sokszor eszembe jutott az is, hogy tulajdonképpen kivettek a testemből egy darabot, és ez így lehet, hogy így, ez most egy ilyen snasztolog, vagy nem tudom, hogy ki, hogy éli ezt meg, de hogy túlestem egy olyan operáción, hogy kivettek a testemből egy darabot, és ez így sokszor eszembe jutott, vagyis hát nem egy darabot, hanem két darabot, egy óriás miómát és a megnagyobbodott mélyemet. Hú, azt hittem könnyebb lesz erről beszélni. Na látjátok, most jönnek föl így a dolgok. Nem baj. Szóval. És én az a típus vagyok, aki így szeretné tudni azt, hogy mi történt oda benn. És utána, a műtét után nagyon sok ilyen fotót, meg leírásokat, videókat néztem arról, hogy mi történik ilyenkor. TikTokon is láttam, hogy ilyen hatalmas nagy miómákat utogattak, és felvágták ezeket. Bocsánat, hogy ilyenről beszélek, de ez hozzátartozik az én megéléseimhez. Így fogták a miómát, és felszeletelték úgy, mintha mondjuk a boltban vennél egy párizsit, és láttad azt, hogy ez tulajdonképpen micsoda egyáltalán, mert én elképzelni sem tudtam, hogy néz ki ez a cucc, ami ugye az évek alatt hozzám nőtt, és tényleg fogalmam sem volt róla, ezért néztem több ilyen videót, azt is megnéztem, hogy hogyan távolítják el, hasivágással. Előtte nem láttam ilyet, tehát a műtét előtt, de nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mi történik meg, hogy miért ilyen lassú a regeneráció, miért van az, hogy még mindig fáj, még mindig érzéketlen, és akkor így ezek a videók is segítettek abban, hogy így lássam azt, hogy nagyon türelmesnek kell lennem, mert ott rengeteg réteget átvágtak, hogy hozzáférjenek az én kis méhemhez és a miómámhoz. Szóval az egyik legfontosabb dolog, amit tudok tanácsolni, és amit megtanultam, az, hogy nagyon, nagyon türelmesnek kell lennünk egy ilyen műtéti felépülés során, mert ez nem egy kis dolog. És a felépülős videómban is elmondtam, hogy ezt sokan úgy gondolhatják, hogy nem egy olyan nagy dolog, mert hogy egy császármetszés is tulajdonképpen ilyen, csak ott lényegében a kisbabát veszik ki belőled, itt meg a szervezetednek, vagy a
nem is tudom, a testednek egy darabját távolítják el, ami azért szerintem nem teljesen ugyanaz. Az érzésekről meg nem is beszélve, hiszen teljesen mást él meg nyilván egy szülőnő, mint egy olyan nő, akinek a méhét távolítják el. Pláne, hogyha lelkileg is úgy éli meg a dolgokat. Nem dolgozom egészségügyben, nem vagyok orvos, nem vagyok ápolónő. Egy egyszerű nő vagyok, akinek kivették a méhét, és az, amit én itt elmondok a csatornámon, az nem minősül tanácsadásnak. Igen. Az nem minősül tanácsadásnak, hanem ezt egyszerűen azért csinálom, hogy tudjátok, hogy nem vagytok egyedül ezzel a problémával, és idővel minden jobb lesz. Igen, és hogyha már a türelemnél tartunk, akkor ez a kulcsa mindennek, hogy nagyon-nagyon, én nagyon-nagyon vigyáztam magamra, vigyáztak rám, és tényleg én megkaptam azt a lehetőséget, hogy a saját ütememben tudtam gyógyulni, ami szerintem a legfontosabb, és azért vagyok most így, ahogy vagyok, én ezt gondolom, mert én betartottam azt, hogy nem emelünk, nem visszük túlzásba a dolgokat, minden csak szépen lépésben, és én valóban annyira féltem attól, hogy visszakerülök, mert mondjuk lesz egy sérvem, vagy felszakad a sebem, mert nekem ilyen képzeteim voltak, hogy én úgy döntöttem, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit gondol, én úgy csinálom, ahogy én érzem. És én úgy éreztem, hogy nagyon sokáig nem csináltam semmi megterhelő dolgot. Pont egy munkahelyváltásban voltam, de irodai közegbe mentem vissza dolgozni. Aztán később egy olyan közegbe, ahol már kellett emelgetni, de abszolút nem volt vészes, és tekintettel voltak rám, amiért szintén nagyon hálás vagyok. A mozgással kapcsolatban, ami egy érdekes dolog, hogy én nagyon sokat sétáltam, már a kórházban is, a szobámban így körbe-körbe járkáltam, meg mentem ki a folyosóra, és tettem ott is a köröket, mert nagyon-nagyon féltem attól, hogy nehogy besűrűsödjen a vérem, és nem is folytatom tovább, hogy olyankor mik történhetnek. Szóval a séta az nekem a mindennapjaim része volt. Most is sokat sétálok, de most már kicsit úgy más célból, vagy a sétáért magáért. Aztán, ami nagy segítség volt nekem, az a májvatorna. Ezt mindenképpen megemlítem, mert hogyha esetleg nem ismeritek, akkor nézzétek meg a YouTube-on. Lépésről lépésre vannak tornák, amik így karban tartják itt az izomzatot, és segítenek abban, hogy újra minden a régi legyen. Én ezt csináltam, de nem olyan intenzitással, ahogy szerettem volna, mert én megmondom őszintén, hogy engem valahogy az idegesített, hogy minden olyan lassan megy, és próbáltam tényleg nagyon-nagyon türelmes lenni. De voltak pillanatok, amikor így azt éreztem, hogy engem ez idegesít és untat, és én nem tudom ezt a tornát csinálni, és akkor inkább kimentem sétálni. Szóval így mindig meg kell találni szerintem azt, ami nekünk a legjobb, és amiben a legjobban érezzük magunkat. Aztán nem emlékszem rá pontosan, hogy mikor került először olyanra sor, hogy mondjuk ilyen kisebb hasizom gyakorlatokat csináltam, vagy fölültem a szobabiciklire. Erre nem emlékszem, hogy ez mikor történt, de ezek is megtörténtek. De én megmondom őszintén, hogy én most így egy év elteltével is úgy vagyok, hogy én most is nagyon óvatos vagyok. Tehát, hogyha tornázom, akkor is, hogyha azt érzem, hogy na, ez most már abszolút nem esik jól, akkor abba hagyom, és nem hajtom magam, hogy de, mert kell, hogy feszes legyél, és stb.
nem, nem kell, hogy feszes legyek, az kell, hogy normálisan érezzem magam, és nem ez az elsődleges szempont, hanem az, hogy tényleg jól érezzem magam a bőrömben, és nehogy kialakuljon valami, akár sérv, mert mondjuk megemelem magam egy súlyzóval. Szóval most is tornázom, de csak módjával. A jógát szeretném jobban beépíteni, de több jógacsatornát követek, de azt valahogy még nem sikerült a mindennapjaim részévé tenni, pedig nagyon szeretném. Testi dolgokkal kapcsolatban, ugye most ott tartunk, hogy egy éve volt a műtétem, és most voltam egy éves kontrollon, illetve mivel nekem ugye méhnyak megmaradt, ezért minden évben kell mennem rákszűrésre, és most volt ugye egy éven belül, hát valamikor áprilisban voltam rákszűrésen, és negatív lett az eredmény, aminek nagyon-nagyon örültem. Meg is vizsgált az orvosom, és azt mondta, hogy teljesen rendben van, sőt azt a megállapítást tette, hogy tökéletes kismedence, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, és nagyon örültem neki, hogy ezt mondta, mert nyilván ugye eltelik egy év, és az, hogy te jól érzed magad, az még nem biztos, hogy garancia arra, hogy belül is minden rendben van, de én valahogy éreztem, valahogy teljesen abban voltam, hogy nem lehet baj, mert annyira figyeltem, annyira vigyáztam, hogy itt nem lehet gond, és tényleg így is történt szerencsére. Itt tartok most, hogy eltelt egy év, amit el tudok mondani az, hogy a sebem az, hogy hát a vágás nagyon szép állapotban van, hát egy körülbelül egy ilyen ekkora vágásról beszélünk, de engem ez nem zavar egyáltalán, szerintem teljesen jól együtt lehet vele élni. Ami inkább furcsa az, hogy ha mondjuk megfogom így a hasamat, akkor így most is érzem, hogy nem érzem, vagy hát ugye vannak helyek, ahol érzéketlen, ami tök érdekes. Meg úgy, tehát nincs olyan nap, hogy ne jutna ez eszembe, mert valahogy mindig így bevillan valami, és csak egy olyanra gondoljatok például, hogy mondjuk mit tudom én a konyhában pucolom a hagymát, és nekidőlök a konyhapultnak, neki támaszkodok, vagy nem tudom, hozzáérek, és úgy érzem, hogy nem érzem. És akkor így bekattan, hogy ja, hiszen mi is történt. És akkor így ezek így megmaradtak, ezek a dolgok. Igaz, hogy eltávolítottak a testemből egy darabot, de valahogy mégis minden nap tudatában vagyok annak, hogy ez volt, vagy megtörtént, vagy hogy értitek. Szóval nem felejti el ezt az ember. Egy év elteltével én semmi hátrányat nem érzem annak, hogy ez történt, sőt, csak előnyeit tapasztalom, mert én nekem nagyon brutális menstruációm volt, és nem kívánom senkinek, és nagyon-nagyon remélem azt, hogy Magyarországon is törvénybe fogják hozni azt, hogy azoknál a nőknél, akiknél ilyen fokú vérzés és ilyen fokú fájdalmak vannak, azok igenis hadd menjenek szabadságra. Legyen egy ilyen menstruációs szabadságnap, amiről a nyugati országokban már cikkeznek, vagy van, ahol be is vezették, mert én tényleg tudom azt, hogy ez nem egy hiszti, és nagyon sokan most is úgy vannak vele, hogy jaj, miért hisztizel, nem fájhat az ugyannyira, meg nem jöhet az ugyannyira, de igen. És ennek valószínűleg valami van a hátterében. Nyilván ez egyéni döntés, hogy valaki kivizsgáltatja-e vagy nem, mert lehet, hogy azt hisszük, hogy ez a normális, de hát én most már tudom, hogy ez abszolút nem normális, és hát lehet tenni érte, vagy ellene. Szóval pozitív hozadék az, hogy egy éve nem menstruálok, ami egy csodálatos dolog, és amikor a boltban elmegyek a tamponok és a betétek előtt, akkor így nézem, hogy mi van, mennyibe kerülnek, te úristen, hogy egy év alatt milyen dráguláson estek át ezek a cikkek is, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy ez nincsen, mert én nekem egy gyötrelem volt, tényleg az egész fiatal koromat, vagy hogy mondjam,
most sem vagyok öreg nyilván, de az egész fiatalkoromat végig szenvedtem, és úgy fesztiváloztam, és jártam bulizni, és sokszor le kellett emiatt mondanom a programokat, mert egyszerűen nem tudtam elmenni. A munkahelyemen kellemetlenül éreztem magam sok esetben. Nem voltam felszabadult, és hát ez így látszott is rajtam szerintem. De ez most így teljesen megszűnt, és hogyha valami pozitív hozadéka van ennek az egésznek, hogy eltávolították a méhemet, akkor ez az. És én ezért nagyon hálás vagyok. Fogalmam sincs, hogy mi fog történni egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, vagy amikor megjelennek a változókor tünetei, mert állítólag azoknál a nőknél, akiknek kivették a méhüket, hamarabb elkezdődik ez a változókori tünet együttes, de nem tudom, hogy nálam mi lesz várható, mert én amúgy is egy nehéz eset vagyok, ami így a videókon keresztül nem jön át, de hogy akkor mi fog történni, azt nem tudom, de ezen teljesen felesleges is gondolkodni, hogy most mi lett volna akkor, ha nem veszik ki, meg mi lett volna akkor, ha kiveszik, és úgy élem meg a változókort, hogy ez most így fog történni, és én ebbe fogok beleállni, mert ebbe kell beleállnom. Én más változást így nem nagyon érzékelek, mert én nekem ez volt a problémám tulajdonképpen, hogy fájdalmas és erős érzéssel járó menstruációm volt, nagyon erős érzéssel. Tehát én nekem egyértelműen ez a pozitív hozadéka ennek a műtétnek, és az, hogy így jobban figyeljek magamra, jobban figyeljek a testem jelzéseire, mert nem szeretnék még egyszer ilyen helyzetbe kerülni. Na, hát azt gondoltam, hogy akkor most így felállok, és mutatom, hogy néz ki jelenleg a hasam. Tudni kell rólam azt, hogy alapvetően sosem voltam nagy, de mondjuk szerintem ilyen a műtétnél ilyen lehet, hogy ilyen 55 kiló lehettem körülbelül talán. A versenysúlyom az ilyen 53, tehát mindig így azzal voltam megelégedve, hogy az tök jó, és 163 centi vagyok, tehát az úgy szerintem tök jó klappolt. Na most, a műtét óta, ami tényleg nem tudom, hogy előnye vagy hátrány, mert én megmondom úgy, ahogy van, hogy én tök jól érzem magam ezzel a súllyal, de nem biztos, hogy ez normális, hogy 47 és 49 kiló között váltakozik a súlyom. Látjátok is, hogy nem vagyok egy túl nagy darab. Viszont ami pozitívum az az, hogy mióta ugye nincs velem a miómám, így tudok hordani ismét szűk cuccokat, meg fel tudok venni ilyen kis crop topos akármit, mert nincs most hasam. Mert a miómánál itt is volt egy ilyen kiálló részem, tehát nem csak ez a kis úgymond természetes dolog, hanem így itt kiállt ez a rész, tehát úgy egyben nőtt a gyomrommal, vagy nem tudom, hogy jó ezt így mondani, mindegy, értitek. És ez egy egyértelmű pozitívum, hogy most tudok ilyen dolgokat is magamra venni. Amit sokan szoktatok kérdezni, az az, hogy a puffadás normális-e. A puffadás az szerintem nagyon sokáig normális, és nagyon sokáig velünk marad. Nálam is még sokszor most is előfordul, mert hogyha esetleg olyat eszem, vagy túl sokat eszem, akkor bizony van olyan, hogy azt érzem, hogy itt a sebemnél így feszül, és így érzem ezt a kis hurkát, ami ugye itt van, ez a vágás, és hogy mintha ott azt a beleim nyomnák, és így az egész egy ilyen puffadás érzést generál. De hogyha odafigyelek erre, akkor ez nyilván nincsen, de nem mindig sikerül. És nagyon sokáig meg volt műtét után ez a puffadásos dolog, ami nagyon-nagyon rossz volt. A szexuális élettel kapcsolatban nem történt változás, úgyhogy ott nem tudok arról beszámolni, hogy ez most jobb lett, rosszabb lett,
Nálam nincs változás ezen a téren, de lehet, hogy ez a legjobb. Nem tudom tényleg. Azt elfelejtettem mondani, hogy ha esetleg van valami kérdésetek, akkor írjátok meg nyugodtan, és természetesen úgy, ahogy eddig is válaszolni fogok rá. És most így egy éve elteltével érzem azt már tényleg, hogy most már úgy jól esik mozogni, meg jól esik tényleg az, hogy googolásokat végezni, fenékgyakorlatokat csinálni, mert hát ugye a szegénykém elég lapos, de hát majd felfejlesztem, csak tényleg ilyen saját ütemben, tempóban. Szóval nem az a lényeg, hogy az ember minden körülmények között jól nézzen ki, hanem az, hogy egészséges legyen, ezt most már megtanultam. A táplálkozással kapcsolatban annyit mondanék el, hogy jó pár éve már próbálok normálisan, egészségesen táplálkozni és odafigyelni, amennyire csak tudok, de ezért nálam nem jelenti azt, hogy nem eszem meg a csokit, meg a sütit, mert annak soha nem tudok ellenállni. Tehát úgyis, hogyha követtek, akkor tudjátok és látjátok azt, hogy én általában úgy szoktam enni, hogy odafigyelek arra, hogy legyen egészséges és egészségtelen is, és ez egyensúlyban legyen, mert én így érzem jól magam. És annak ellenére, hogy elég sok csokikát, meg sütikét eszem, nem jönnek rám vissza a kilók, ami nem tudom, hogy miért van, de ahogy az előbb is mondtam, igazából az, hogy most egy ilyen kislányos testalkatom lett, így 42 évesen, kicsit zavar, de ugyanakkor meg tök könnyen mozgok, és ilyen mindent meg tudok csinálni, és tök frankó, és sokkal jobb, mint hogyha 55 kiló lennék. Jó, sokszor van olyan tényleg, hogy idősebbnek néznek, mert ezek a ráncok, ezek nyilván sokkal jobban látszanak így, hogy csak 47-49 kiló vagyok, de Istenem, akkor nézzenek, nem mindegy, tök mindegy. Az a lényeg, hogy tényleg én így jobban viselem magam, jobban viselem a testem, és jobban együtt tudok vele rezegni, vagy hogy mondjam. A kávéról nem tudok lemondani, az megint egy olyan dolog, hogy nem is akarok. Alkoholt egyáltalán nem fogyasztok már jó pár éve, kollagént viszont igen, mert az azért nagyon fontos szerintem, akár egy ilyen műtéti regenerálódás után is, meg egyébként is így, főleg 40 felett már nagyon fontosak ezek a dolgok. Egy hátrányt tudok mondani, mert én tényleg elmondhatom, hogy csak előnyét tapasztalom eddig ennek így egy év után, hogy megműtöttek. Az az egy hátránya van nekem most, hogy többször fáj a derekam, és ezt is elmondták több videóban, meg írásban, és olvastam erről, hogy azoknál a nőknél, akiknél eltávolítják a méhet, ott többször fordul elő ez, hogy fáj a derekunk. Ami most még egy ilyen normális fájdalomnak nevezném, mert mondjuk bekenem voltál rendben, és akkor úgy nagyjából el szokott múlni, de az is lehet, hogy nálam semmi köze nincs a műtéthez, csak egyszerűen ki kéne vágnom már a matracomat a francba, mert eléggé be van süppedve. Úgyhogy nem feltétlenül kenem erre, nem írjuk a műtét számlájára, de azért hozzá tartozik, hogy én ezt mondanám hátránynak az eddig eltelt időt figyelembe véve. De leginkább előnyei vannak. A lelki részéhez visszatérve talán még jobban elkezdett érdekelni az önfejlesztés, és az, hogy próbáljak minden helyzetben önazonos lenni. Ez nyilván nagy-nagy munka, és még csak az út legelején tartok, de nagyon sok dologgal tényleg nagyon-nagyon nehéz szembesülni. De a meditáció nagyon sokat segít ebben, és így a nehéz mindennapokban is a meditációval próbálom magam fenntartani.
De összességében tényleg azt tudom mondani, hogy így visszanézve ezt az egy évet szerintem ez egy teljesen tökéletes gyógyulási út volt, amin én keresztül mentem. Fogalmam sincs tényleg, hogy még mi vár rám. Azt tudom, hogy tényleg, hogyha valaki vigyáz magára a felépülés során, akkor szerintem nem lehet gond. Nyilván teljesen más. Más dolog az, hogyha valaki ezt úgy éli meg, hogy mondjuk nem szült még, de szeretne szülni, akkor valószínűleg nagyon nehéz. De azért sok esetben szerintem olyan kor kerül sor egy ilyen műtétre, amikor már valaki szült. De tudom, hogy sokan vagyunk, akik nem, mert vannak olyan Facebook csoportok, amiknek a tagja vagyok, és ott azért küzdenek keményen ilyen problémákkal. Szóval biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet ezt elfogadni. De hát mindenkinek vannak az életében olyan dolgok, amiket nehéz elfogadni, elengedni, és ezt kell megtanulnunk valahogy kezelni, és baromi nehéz, de én bízom abban, hogy mindenkinek sikerül, és egy teljes életet tud élni, akár a méhe nélkül is, mert nem attól vagyunk nők, hogy méhünk van. Legalábbis én így gondolom. Lehet, hogy ez most sokaknak nem fog tetszeni, de tényleg a Facebook csoportok, amiknek a tagja vagyok, ott olyan esetekről számolnak be nők, hogy még nőbbnek érzik magukat, mióta nincsen méhük, és valóban sokkal önfelettebbek a hétköznapok is. Kívánom nektek, hogy ti is így érezzetek, és egy olyan csodálatos gyógyuláson menjetek keresztül, amiben nekem részem volt, és szerencsésnek mondhatom magam, hogy így alakult, és bízom benne, hogy így is marad, és egyre jobban és jobban leszek. Ha esetleg műtét előtt álltok, akkor nagyon-nagyon sok erőt és kitartást kívánok nektek, és hogyha gondoljátok, akkor nézzétek meg a videósorozatomat, hogy nálam ez hogy történt, hogy készültem fel a műtétre, milyen gondolataim voltak, és műtét után pedig nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és minden csak módjával, óvatosan, ha tehetitek persze, és van segítségetek, hogy adjatok időt magatoknak és a felépülésnek, mert nagyon-nagyon fontos a későbbiekre nézve. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban, és nagyon szép napot kívánok nektek, és vigyázzatok magatokra nagyon-nagyon. Puszi, sziasztok!